beszéltünk, azt végig tudtuk tartani. Jól játszottunk, megtettünk mindent a győzelemért, teljesen tiszta lehet mindenkinek a lelkiismerete. Kétfajta film létezik, igazából a francia és a hollywoodi film. A hollywoodnak jó a vége, a franciának általában nem, úgyhogy ez nem volt egy annyira jó film. Ami még érdekes, az talán, hogyha még egy kis időm marad, akkor kimegyek és megnézem, hogy van olyan terület a kapunk körül, ahonnan a videót nem rúghatott szabadrugást, nem hiszem, hogy találni fog. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de ilyenre is számítottunk. Ahogy a mérkőzés előtt is fogalmaztam, nagyon kemény ellenfél a Balmazújváros. Gyakran 10 ember a labda vonala mögött védekeznek, de ezt nagyon szervezetten csinálják. Egy kompakt, szervezett csapatról van szó, akik nem hagynak szabad területeket az ellenfél játékosainak. Az időjárás is megnehezítette a dolgunkat abból a szempontból, hogy nehezebb volt kontrollálni a labdát. Az ilyen mérkőzéseken van kiemelt szerepe a pontrugásoknak, ők is a végén egy szabadrugás, csapatkapitányunk Juhász Roland pedig szállította a 3 pontot. Így terveztem el előre is, hogy két olyanékkel kezdtünk, aki sokat mozog és változtatja a helyét, aki egy kicsit el tudja fárasztani a videóton hátsó négyesét, vagy legalábbis abban tudja tartani, és utána pedig jönnek a művészeink, de hát nehéz volt ezen a pályán bármit is csinálni, de azt gondolom, hogy jól nézett ki a gólik. Yeah, I agree. First reason. Igen, egyetértek. Ennek az első oka az ellenfelünk volt. Amellett, hogy 10 emberrel védekeztek, nagyon közel is álltak egymáshoz. Nem volt könnyű ellenük játszani. A másik ok, hogy a támadó játékosok közül senki nem volt igazán ihletett formában. Persze voltak jó kombinációk, de ezen a pályán nehéz volt, szinte végig esett. Pont ezek a faktorok miatt számítottam rá, hogy ezt a mérkőzést egy szöglet, vagy egy szabadrugás dönti majd el. That's why we had a lot of set plays and we expected something like these corners, free kicks, everything, and we expected to close this match with something like this. I'm very happy that he stepped on the field. Nagyon boldog vagyok, hogy Huszti Szabolcs pályára lépett és bemutatkozott a videóton színeiben. Hosszú idő után most játszott először, nagyon fontos számunkra, ezért örülök, hogy megkapta az első perceket. Meggyőződésem, hogy egyre jobb és jobb teljesítmény fog nyújtani. Azt gondolom, hogy benne volt ebben minden, sajnos pontot nem adnak ezért, de a mi részünkről a bajnokság hajrája az most kezdődik. Tehát nekünk nem a Fradi, nem a Bidortont kell megverni, hanem ezután következő meccseket. Büszke vagyok a srácokra, kiúszhatják magukat, mert megtettek mindent, de a java az most jön.